Manchesteri robbantás mögött. Eddig Nagy-Britanniában 8 embert vettek őrizetbe, de nyomoznak ezzel párhuzamosan Líbiában is, ahol a merénylő egyik fivérét és apját tartóztatták le. Közben eljutott a legfelsőbb szintekig a brit-amerikai kiszivárogtatási vita. A brit hatóságok azon háborodtak fel, hogy az amerikai kollégáiknak átadott bizalmas információk szinte azonnal kiszivárogtak az amerikai sajtóhoz. Civilruhás nyomozók tepelnek le egy férfit egy Manchester közeli településen. Az amatőr felvétel szert a délután készült. Ő volt az ötödik gyanúsított, akit a hétfői merélettel kapcsolatban letartóztattak. A rendőrség tájékoztatása szerint a férfinél egy kisebb csomag is volt, aminek tartalmát azóta a szakértők is alaposan megvizsgálták, de részleteket egyelőre nem árultak el. Aznap még hárman kerültek őrizetbe, csütörtök reggel pedig újabb két gyanúsítottat fogtak el, miközben több lakóházban is házkutatást tartanak. A manchesteri rendőrfőnök ma ismét megerősítette, egy egész hálózatot próbálnak felgöngyölíteni az arénában történt robbantással kapcsolatban. Jelenleg 8 férfi van őrizetben a hétfői támadás ügyében. Szerdán egy nőt is elfogtunk, de ő végül szabadon távozhatott. A letartóztatásokat Manchesterben és Kiel közeli településen hajtottuk végre, ahol kiterjedt házkutatások zajlanak. A nyomozásban a terrorelhárító csoportok és a titkos szolgálatok is részt vesznek. Szeretném hangsúlyozni, hogy az elfogások és az ingatlanok átkutatása közben olyan részleteket tártunk fel, amelyek rendkívül fontosak a nyomozás szempontjából, mondta a rendőrfőnök. Bár rendszeres tájékoztatást nyújtanak, a brit hatóságok mostantól nem osztják meg az amerikai szolgálatokkal a manchesteri nyomozás bizalmas információit. Ezek ugyanis rendre kiszivárogtak a sajtóhoz és akadályozottak.